Utálom a portert, de szerintem nem porter. Nem vagyok itt nagy megszállottja az aktualitásnak, de most egy aktualitással készültem. Két olyan sörrel, amelyek nem hogy aktuálisak, hanem ez annyira egy aktuális, hogy ez egyenesen Halloween-re készült, azon meg már tényleg elég jócskán túl vagyunk. Gyakran kapom a kérdést, hogy ez a főzde vagy az a főzde jó-e, illetve ennek vagy annak a főzőnek a sörei. Ez mind a két főzde kiváló. A Szent András sörfőzde, vagy a Békés Szent Andráson található, ez Szarvas vételkörzete 1993 óta. Az Ipsz is meglehetősen idős így a magyar kisüzemi főzdék között. Náluk már jártam is, tehát a helyszínen ellenőriztem, hogy milyen nagyszerűen főznek. Ez csak sör névfokolása jó. Eredéskor már ez nagyon pontatlanná válik. Akkor már ugye a sűrűség alapú mérővel mérünk. Meg extraktot vezetünk rajta, három különböző színnel. Szerintem az alapsöröket mindenki unja, és onnan láthatjuk, hogy van ambíció egy főzdében, hogy csinálnak különleges sörjeket, nem hiszem, hogy ezeknek olyan nagy piaca lenne, csak egyszerűen unják már mindig ugyanazt a tökéletes ipát megfőzni. Látszik, hogy azért egyfelől jó ízlésű emberek vannak, meg szeretnének valamit virítani, tehát igazából design szempontból gyönyörű, tehát ez lehet, hogy majd egyszer valami tankönyvbe kerül, és lehet, hogy tankönyvbe kerül az Ipsz is, én ezt szeretem a legjobban, ezt a filozófiát, hiszen nem röhögni akarok a sörboltban a polcok között, hogy mekkora poénok. A lényegre szorítkozó címke, ami azt üzeni, hogy minket csak a sör érdekel. Főzdeneve, sörneve, sör típusa és az alapszámok alkoholtartalom, űrtartalom 0,33, EBC, vagyis European Brewery Convention, vagyis Európai Sörfőzők Szövetség, ezt egyébként a sátán alapította, tehát ebben a multik vannak. Ez szabja meg a sörnek a színét, illetve hát ez írja le a sörnek a színét, és az IBU, vagyis az International Bitterness Unit, ami a keserűségét mondja meg, ez egy 0-tól 100-ig terjedő skála, ez tehát egy nem túl keserű sör. Ezek a számok egyébként megvannak az esthajnalon, és csak sokkal kisebben. És a Szent András főzde azt is megmondja, hogy szerinte hány fokon kéne szervírozni. Ez 14-16, hát olyan isten nincs, hogy én ilyen melegen ügyek a sört. A színkódot szerintem kicsit elkalibrálták, mert mind a ketten EBC-t írnak, és két tök más szám van, egy 85 meg egy 35, nem stimmelhet, mert hasonló színű sörökről van szó. Ugye az egyik az EBC, a European Brewing Convention, a másik pedig az SRM, az a Standard Reference Measurement, és egy kicsit azért mások ezek a skálák, de tök mindegy, úgyis az íz számít. Kóstoljuk meg az est hajnalt. Nagyon szép a kupakja is. Jó kis karácsonyi, azt hittem először nem fog rendesen habzani, de igazából szép habja van. Az Ipsz nem pöcsöl kupakkal. Mindkét sör él, a Szent Andrási egy kicsit sötétebb, és ugye a Békés Szent Andrási főzők, ugye ezt már azt hiszem 5. éve csinálják ezt az esthajnalt, ami egyébként ugye, ha esthajnal csillag, akkor hogy trollkodjak egy kicsit, azért itt van rajta ez a csillagtérkép, miközben az esthajnal csillag nincs a csillagtérképeken, mert az egy bolygó. Earl Grey van ráírat, az Earl Grey Porter, ez ugye egy porter, szerintem egyébként 7%-os alkohollal, ez kevésbé porterszerű, tehát mint tudom én, a leghíresebb porter a Guinness, nem is tudom, az már lassan mínusz 4 lesz. Szóval ez szerintem inkább egy stoutos. A címke szerint tea, vagy tea leveleket, vagy mint erős tea főzetet adtak hozzá, tehát nem biztos, hogy egy esti sör, vagy legalábbis sör és energiaital egyben, és bergamottal ízesítették, a bergamott valami citrusféle, ami az Earl Grey teának azt az érdekes citrusos ízét adja, és igazából tökéletes, tehát ilyen nagyon kellemes kerek cucc. Utálom a portert, de szerintem nem porter, mondom, ez egy nagyon jó, érdekes stout. A trick or treat, ez egy ale, persze a porter is igazából ale, hiszen egy felső résztési sör, de mindegy, jóval tartósabb a habja, és ugye rá is van írva sütőtök színű betűkkel, hogy sütőtökös
él, a Trick or Treat pedig ugye a szinkron szövegírók rémáma, hiszen Halloweenkor a gyerekek ezzel csöngetnek be. A trick az valami szivatásfélét jelent, a treatnek pedig van egy olyan értem, hogy vendéglátás, tehát azt hiszem, hogy csokit vagy csalunk, vagy ilyesmire fordítják. Hát azért rémálom, mert három szótagot magyarul erre nem lehet megoldani. Egy nagyon meglepő íz, mert az ember egy kicsit tökösebbet vár, de a tököt elnyomják ezek a karácsonyias fűszerek, gondolom, hogy már lélekben a karácsonynál tartottak, szegfűszek, kardamom, stb. Szinte alig érezni benne a sütőtököt. Ez két nagyon jó, nagyon korrekt, nagyon okosan megfőzött sör. Egy valamiért ajánlom mindenképpen azoknak, akik esetleg most így szezon után leakciózom, megtalálják valahol, hogy az az érdekes, hogy két teljesen más irányból kezdték főzni a sört. Tehát az egyik az egy teás, bergamotos porter akar lenni, a másik pedig egy kicsit ilyen karácsonyi fűszeres tök. És a színük is hasonló. Nem hiszem, hogy összebeszéltek volna a két főzdében. És így már látszik is, főleg a Szent András még egy kicsit sötétebb, de ez se rossz, hogy tudják mi ez, majd ha beleszagolnak rájönnek. Egy szénsavas unikum. Nem bírom meginni az unikumot, nem is értem, minden tiszteletem azoké, akik hisszák, de igazából ez a gyógynövényes, fűszeres, nehéz dolog. Valójában tehát nem alkalmi sörök születtek, hanem feltalálták a rendes, embernek való unikumot.